Művész, Barna Kolozsi Valéria, Boros György, Gyurkovics Honor, Mezei Erzsébet, Molnár Imre, Péter László, Tóth Alisza és Zsák István vett részt a Tiszakedvelők Nemzetközi Művésztelepén, ahol valamennyien a Tiszához, illetve Zentához kötődő alkotásokat készítettek. Nagyon büszkék vagyunk, mi Zentek a Városházára, a Tiszára, szimbólumként tekintünk rá, de messziről ember lehet, hogy máshogy látja ezt, és neki nem az a legfontosabb, ami számunkra. És a tavalyi, illetve az idei műveken ezeket lehet megnézni, hogy ők hogy látják ezt. A központi témát minden művész más-más módon közelítette meg. Volt alkalma megismerni a zentai szigeteket, és ez úgy meglepett, tehát ez úgy lenyűgözött is, tehát ez volt az, ami nekem ihletet adott igazán, tehát a partja, akkor még nyáron ugye egy érdekes zöld színes kombinációval, meg a szigetek. A különböző megközelítésmódok ellenére kapcsolódási pontok is felelhetőek az alkotások között. Ahogy látjuk, azt hiszem mindenki megtalálta maga témáját, vagy a tájat, vagy a vizet, vagy a növényeket, virágokat ábrázolta, fákat, stb. Úgyhogy szóval természet mindenképpen benne van ebben az alkotásban. A zentai kiállítás október 24-ig várja az érdeklődőket, később pedig annak anyagát Magyar Kanizsán, Topolyán és Szabadkán is bemutatják majd. A szervezők abban bíznak, hogy az alkotások értékesítése révén sikerül megteremteniük a következő évi művésztelep megszervezéséhez szükséges anyagi feltételeket is.